Hello，itt is vagyunk. Sziasztok, szép estét! Szerda van, stratégiai játékokkal fogunk játszani. Hello Caprioli, szép estét mindenkinek! Elképesztő. Ez a konstans 5-6%-os frame drop. De még szerencsé, hogy rögzítem is mellette. Így akkor az archív az legalább jó lesz. Ott nem lesz frame drop. Jó. Na, itten vagyunk. Igen, ez az új világ. Itt hagytuk abba múltkor. Remélem hallani. Én még nem hallom, de most már hallom. Most már ti nem halljátok. Na mindjárt jó lesz ez. Na, szóval. Itt hagytuk abba, de miért nem hallom? Misztikus dolgok történnek, bocs is srácok. Az igen. Kitette a hangszóró kimenetet arra a monitorra, amiben nincs hangszóró. Ez a Windows, ez mindig is egy igazi IQ betyár volt. Most már itt vagyunk. Nehogy már simán induljon a nap. Na, szóval itt vagyunk az új világba, és ott hagytuk abba, hogy megépítettük itt ezt a csodát. Már amennyiben ilyen, ezeket az ültetvényeket csodának lehet nevezni. A Webex is jó. Aha. Hát itt azért vannak gondok. Ugye azért szerveztük így, mert ebbe a Trade Unionba van egy olyan buff. Nem tudom, mit csináltam, de rendben van. Szóval van egy olyan buff, ami buffolja ezeket a tetőket. Ó, Caprioli, a Skype-ról ne beszéljünk. Ez konkrétan eltállítja a mikrofonom hangerejét így magától. Tehát teljesen random. Így beszélek, azt egyszer csak nem hallanak. Le is töröltem a brandba, mert akkor is átállítja a mikrofon hangerejét, ha nem fut. Az a legszebb benne. Jó, szóval azért kellett ez ide, hogy legyen ellátmányunk kaucsuk is, kávé is, meg gyapot is, mert hogy az óvilágban ezek nagyon fognak kelleni, meg hát amúgy ide is. Igen, Caprioli, ez vizsgán pont még jobban jön. Igen. Szóval, reméljük, hogy most már az ellátmány egy kicsit... Szóval, reméljük, hogy most már egy kicsit olyan egyenletesebb lesz az ellátmány az óvilágba. Ide kéne egy kikötő, de ezt majd csinálunk idővel. Na, lássuk. Itt van minden. Kérdés, hogy túltermelés van-e? Van, de ez nem olyan nagy baj. Rumból van túltermelés, aminek nagyon örülök. Mert az hordani kell elképesztő mód. Kaucsukból is van, kávéból is. Mi is kell még az óvilágba kávé? De ez ilyen kávé kell. Ha ebbe viszont vannak gondok. Aha. Na hány kávé pörkölő üzemünk van? Egy, kettő, hát igen, az lehet, hogy tényleg kevés lesz. Ledobok még egyet, mert kávé bab az viszont van. Dögivel. Úgyhogy ide ledobok egyet.
Csak hogy biztos legyen. Ja, itt meg izé van, fesztivál. Jó, ennek nagyon örülök. Jó, oké. Minuszba vagyunk, nem is kicsit. Ezen javítani kell. Na, itt hiányzik a room. Ez baj. Hello Miska, szép estét. Szóval nincs, hát igen. Hogy szállítjuk a roomot? Egy hajó, két hajó. Ez meg a kis szigetre viszi. Jön pamut, kaucsuk meg rum. A sört megvisszük, mert oda kell sör. Olyan külön egy kávé kaucsuk szállítmány. Ez ott a kis szigetek között viszi. Meg itt jön egy arany kaucsuk rum szállítmány. Jó. És az se elég. Na. Itt jön egy szállítmány, ez szuper. Itt jön még egy szállítmány, ez miért így egyedül van? Ennek kéne egy kíséret. Ne egyedül kovályogjon itt. Jó. Igen, propaganda még mindig van. Cső Szolgyi, szép estét. És ez a propaganda, ez engem zavar. Ráadásul az, hogy consumerism propaganda van, és úgy vagyunk pirosba, ez engem nagyon elkeserít. Valamiből túltermelés van, ez fix. Miből? Sok mindenből. Beállítom eladásra a kenyeret, de a kutya nem fogja szerintem elvinni. Hát igen. Jó. Na, kéne óragyár, okvetlenül. Na most bementünk pluszba, mert megjött a rum. Így van, megjött a rum, meg a kávé. Jó, akkor annyira azért nem nagyon szar, de azért még kezelni kell a dolgot. Úgyhogy most elkezdünk óragyárat építeni. Ugyanis elvileg van aranyunk. Igen. Van nyers arany. Mi annak a neve? Arany. Érc. Mindegy, arany. Abból kell aranyrudat csinálni, abból meg lehet órát csinálni. Meg kell hozzá üveg. Üvegből is van egyébként elég sok, azt hiszem. Ó, van. Van. Meg kvarcból is. Kvarc. Kvarc. Na mindegy. Jó. Csináljuk. Szén. Hát akkor csak ledobom ezt. Kell neki izé. Improved by electricity. Akkor nem muszáj neki villanyos áram, de nem árt. Viszont kéne még mérnök. Amiből kevés. Nincs elég mérnök. Jó, akkor kell még mérnök. Hát akkor itt kicsit fejlesztünk. Aha, csak akkor meg kevés lesz a...
hogy mi. Na. Oké. És idején kell, még 150 kell majd. És akkor lehet, hogy várunk egy kicsit. Csodás iparnegyed. Hát minden esetre az öntödés le tudjuk tenni. Abba baj nem lehet. Nem tudom, hogy a gőzgéppel mit fog tudni csinálni. Majd kiderül. Jó. Jó, és ezek is majd szép lassan állokolódnak, csak még az kell ember. Jó, na. Akkor hogy áll az ellátmány? Jó, hát ez már mindjárt helyre rázódik, csak itt ugye az újak. Gőzgéppel lehet-e gőzt csinálni? Hát elvileg lehet, hát miért ne lehetne? Hű, ilyet is lehet. Az újság. Jó. Jó. Nem kell propaganda. Mert minden fasza. Ennyi. Mehet. És egyből boldogok lesznek, és lázadni se akarnak. Ugye a mérnökök azok látják, ezek tanult emberek, hogy ha baj van. Viszont így mínuszba mentünk. Valami túltermelés van, szerintem azért vagyunk mínuszba, vagy túl nagy a hadseregem, az is lehet. Mindegy, meglátjuk. Óragyártást kéne beindítani, és akkor szerintem rendben leszünk. Viszont az még kéne 120 mérnök. Ami azért nem kevés. Hát olyan sokkal nem vagyok előrébb most. Jó, rendben van. Hát ez a hajó itt mi a jó éget csinál. Mondom, ilyen random szét vannak dobálva a hajóim. Quick save megindítani a hadsereget és felszámolni a többi NPC-t. Hát amúgy lehet, csak attól félek, hogy a többi NPC számolna fel engem. De egyébként ha a nagymamába nem kötök bele, akkor nincs baj. Mert hát a kalózok, hát Willy az igazából fasorba sincs. Mondjuk az ikonomia erősebb, ami meglep, de majd mindjárt javítunk ezen. Hát itt a hercegnő is lekörözött minket. De hát a nagymuter, ez teljesen. Úgyhogy na mindegy, ezen kell dolgozni. De a kalózokat megoldhatnám, hogy eltűnjenek, csak nem biztos, hogy sok értelme van. Aztán, ha most így háborúba keveredek tényleg velük, akkor az elég nagy szívás.
Oké. Nem zaklatnak? Hát, így, hogy béke van, így nem, de én egyszer ezt már elkezdtem végigjátszani, és akkor háborúba keveredtem a nagymamával. Tehát nem hagyott élni egyszerűen az, hogy nem tudtam kereskedni az új világ meg az óvilág között, mert nem hagyott levegőt, úgymond. Jön a kávé, kaucsuk, minden szuper. Itt meg megy vissza a kávé. Akkor tele van a raktár kávéval. Nem bírta kirakni. Mindegy. Ez se biztos, hogy így túl hatékony, de hát ez van. Na, 70 engineer. Jó. Oké, és akkor itt megint tudunk lépni. Na, még 50 kell. Hát akkor csak kell új ház. De ezt vasúti sínt kéne valahogy, mert ez rettenetes így. Mert most húzzam keresztül itt a városon, az meg hogy néz ki. Nem jó ez így. Vasút a város felett? Mert be lehet olyat? Mert az úgy aránylag jó lenne, csak meg lehet, hogy költséges. Szerintem itt nem lehet ilyet. Tehát ez még mindig a 19. század, azért alapvetően. Ja, nem játszottál? Aha. Jó. Na, kell még lakó. Okvetlenül. Hát, hol tegyük? Kérdezzek rá a Stack Overflow-n. Ez jó ötlet. Jó ötlet. Hát, dobunk ide pár házat. Majd lesznek olyanok, akik így a sinen túl laknak. Mint itt Debrecenben is. Jó. Hát kellenek új lakók. És akkor hamarosan az óragyár is beindulhat. Remélem ez itt üzemel. Jó. Nem, kaprioli semmi ilyesmi. Az 50-es évek már elmúlt. Jó, van minden. Az szuper. Szén, hát az lehet, hogy kevés lesz. Két szénbányám van. Nem, ez vasérc bánya. Itt a szénbánya, de akkor csak egy szénbányám van. Ja, meg van ilyen is. Ah, jó. Hát meglátjuk. Jó. Micsoda nagy nyüzsi van. Itt ebbe a csodás múzeumban össze-vissza le van dobálva. Ezt is ki kéne csinosítani, csak sok a teendő. Itt az állatkert. Jó. Hoppá.
Jó, szuper, szuper. Közben megnézem, hogy itt mi a helyzet. Itt is van minden. Kicsi balansz nézzünk már. Hát igen, ez egy kicsit mínuszban van. Itt még semmi nincs. Aha. Jó. Jó, alapvetően nem olyan rossz a helyzet. Jó. Ide kéne majd, csak ide szőlőültetvényt akarok, de az még nincs. Az elvileg a investorok idejébe lesz, ha minden igaz. De majd meglátjuk. Meglátjuk. Jó, na egy picit léptessük itt a dolgokat, csak hogy haladjuk. Na, és akkor most már vannak elegem. És akkor most le tudjuk gyárni, tenni a gyárat. Összevontam a két szót. Minek ez a nagy szócséplés? De hogy kéne? Hát kéne ide egy út. Csak ez be fog aggatni. Aha. Hát akkor ezt ünnepélyesen áthelyezem ide. Jó, na és akkor most már le lehet tenni. És akkor most már készülhetnek a ketyegők. Zsebórák. Zsír. Szuper, szuper. Nincs anyag. Jó, hát majd odaér a szállítmány, akkor rendben lesz. Ezen egy picit léptetünk. Jó. Na. És akkor reménykedjünk benne, hogy most már lesz óra is majd. És akkor tényleg bemegyünk pluszba rendesen. Bár nagyon-nagyon mínuszba vagyunk. Ennek nem örülök. De miből van túltermelés? Bicikliből is. És a biciklivel mit tudok csinálni? Ja, azt fogyasztják, aha. De ha ebből hány bicikli gyáram van? Hát időtlenül mindig lehet játszadozni, csak előbb-utóbb szerintem a többiek így megtámadnak, vagy ilyesmi. Majd meglátjuk. Na, itt a bicikligyár. De ebből nekem csak egy van. Akkor ez azt jelenti, hogy ez az egy gyár még sokkal több engineert el tud látni. Tehát akkor léptetni kéne előre a lakosságot. Szerintem ezért vagyunk mínuszban alapvetően akkor.
Na miből van még ekkora túltermelés? Hát most pálinka, hát az... Abból sose elég. Vasérc, az nyersanyag, az nem baj, ha van. Hát, fegyver. Az se árt, ha van. Aha, itt hús. Hát adjuk el. Adjuk el. Feleséget eladjuk. Ah, meg itt az építőanyagok, cement, beton. Meg hát szemüvegből is. Ja, szemüvegből is. Kávé is annyi van, mint a szemét. Jó, akkor a engineerökre adunk. Tehát azt kell léptetni, mert a többi az, az nem különösebben van túltermelve, tehát a többieknek az igénye. Úgyhogy kéne még engineer, úgyhogy akkor még csalogatunk lakókat. Caprioli nem is hülye ötlet. Az a baj, de velük, nekik nem tudom eladni a fegyvereket. Mert velük nem vagyok kereskedelmi kapcsolatban. Na. Ez a vasútvonal itt nem jó. Ezt most megállapítom. Ez itt menni fog az út mellett. Remélem van nyersanyagom hozzá, mert úgy elkezdtem törölni, mint a, aki teljesen biztos a dolgába. Na, itt az út mellett elhozzuk, és akkor a többi részre tudunk házat építeni. Tehát ide. Nem a legjobb környék lesz, de hát, Istenem. Jó. Oké. Hát, egyedi stílusú, azt mindenképp meg kell hagyni. De majd itt akkor parkosítunk egy kicsit. Mert hogy ugye azt is lehet. Jó. Mi a gond? Aha. Ebből is túltermelés van. Hát mindjárt. Fosza. Az baj.
És hol vannak a tűzoltók? Haladjatok, gyerekek! Így van, Caprioli. Tulajdonképpen itt azt szokták mondani, hogy a villamos megálló közel, ugye, mint itt Debrecenben is, hogy egyetemekhez közeli, mert baszki, Debrecenben vagy valahol egyetemtől messze. Tehát így nem igazán tudom. Ó, közben Ceva, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot. Hello, hello, köszi szépen. Köszi. It's fine. It's fine. Erre szokták mondani. Mindjárt eloltják. Szóval vannak itt ilyen nagyon jó apró hirdetések ilyen ingatlanokra. A másik kedvencem így az, hogy a ház eladó a nagy erdőn, és akkor nyíl utca. Megoldották a fiúk. Minden rendben van. Hát, Vili kapja. Mi is fogjuk, hogyha nem kapjuk össze magunkat. Jó, na, vannak lakók. Úgyhogy akkor megint léptetünk előre egy kicsit. Okay. Pörgetjük. Te ide miért nem jön? De miért nem jár vonat? Additional train. Hát... Vagy ezt nem így kéne megoldani? Hát erre is rá kéne nézni, hogy mi van. Vagy én nem értem, hogy működik. Lehet az is probléma. Na mindegy, kitaláljuk majd. Most koncentráljunk ide. Jó. Tökéletes, boldog farmerek, farmerek, tehát földművesek. Oké, pálinka megint elfogyott. És én mennyit vedelnek ezek? Nem jó az így, hogy ilyen gyorsan elfogy a pálinka. Ah, mondjuk pont hozott. Ah, szuper. Jó, jó, jó. Oké, és jó, fejleszünk tovább. Hát, hogy fejleszünk? Mindegy igazából. Ha. Itt egy kakukk tojás. Mondjuk nem szép ez a szegregáció, hogy ilyen lakótelepek vannak, de hát... Istenem, ez van.
Jó, itt kézművesek laknak. Jó, akkor ezeket fogjuk itt fejleszteni. Kaptam egy kis influence bónuszt. Ez azt jelenti, hogy vannak új propaganda cikkek, ha kéne. Jó. Hol is van ebből a következő szint? A 1750, az még kéne 418. Hát az lehet, hogy most nem lesz meg, de mindjárt meglátjuk. Ha, nincs egy deszkám. Elfogyott a deszka. És itt a fűrészüzem. Jó. Várunk egy kicsit. Hát van, termelődik a ketyegő szépen. Csak majd figyelni kell, hogy mert az arany már elfogyott. Hogy van úton arany. Itt van. Jó, 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 jó. Ennek örülök, mert arany az kelleni fog. Ugye három aranybányát csináltunk, ha jól emlékszem. Egy, kettő, három. És itt a túloldalon van még egy. Aha. Jó. Hát, ha kell, akkor majd csinálunk, vagy csinálunk, építünk. Szerintem kevés lesz. Úgyhogy kell majd még, illetve elvileg itt a Fő-szigeten is van négy aranybánya. Azokat is majd szépen kihasználjuk. Jaja. Jó, hát. De itt miért van ilyen kevés munkás? Nem jött elég varrógép. Hát ez szomorú. Ez itt hordja a dohányt. Az jó. Dohányültetvények. Hát, valahogy üzemel. Itt is van aranybánya. Ezeket is ki kéne aknázni. Jó, jó, jó. Hát nem tökéletes, maradjunk annyiba itt az ellátás, de hát ha megjavul. Megjött a rum. Jó, most minden fasza, elvileg. Úgyhogy most megint egy kicsit fejleszteni kéne. Minél több mérnök legyen.
Mert ők már jobb vásárolják a szemüveget, meg a zsebórát, meg minden kávét, amit kell. Jó, hát... Jó. Szemüvegből is van, bicikliből is, kávéból is. Órából is. Hát pezsgőből is, bár az még nem kell. Jó. Remek. És majdnem, majdnem pluszba vagyunk. Ez remek. Jó, akkor ez volt a gond, hogy túltermelés volt azokból a dolgokból, amit a mérnökök vásárolnak. De úgy tűnik, hogy megjavul a dolog. Most lehet, hogy egy kicsit várni kell, hogy a balansz megvan-e. És akkor az kéne, hogy a következő szint... Ó, lehet, hogy meg is lépjük. Már csak 42 kell. Ezzel már biztos. Nem kell. Szerintem már megtámadták. Engem is? Ja, jó. Semmi különös. Jó, vissza. Na még 4 mérnök kell, és akkor tudunk villanykörtét is gyártani. Ami fontos lesz, viszont akkor ezt üzembe kéne helyezni. De lehet én nem értek valamit. Na és akkor meg is van. Szuper. Csináljuk is, én azt mondom. Ide 150 mérnökkel. Remek. Attack speed plusz 10. Sose árt. Szóval ide kell 150 mérnök, meg ide is 150, és nekünk van 400 plusz. Csináljuk. Gyönyörű ez az iparnegyed. Na várjunk csak, ennek szén kell. Azért ezt nézzük már meg, hogy... Hát szénből vannak gondok, úgyhogy kell még egy szénbánya. Kellene. Van itt még. Csak egy van. Miért van ez 11%-ra levéve? Lehet ezért nincs szén, mert lentebb vettem a termelést. De szerintem ettől még fog kelleni. Mert még is ezt is letesszük. Akkor ez nagy valószínűséggel kevés lesz. Mert üveg az van. Na mindegy, tegyük le, aztán meglátjuk. Na, most már van izzó is. Most már csak villany kéne, ugye? Hát nem a legjobb helyen van ez a power plant.
Most tegyük ide be középre. Ez hogy néz ki? Vagy telepítsem át a mérnököket. Köszönjük. Azt nem értem, hogy ez miért nem működik. Vagy ez egy ilyen egy-egy irányú, hogy egy ilyen Whale Harborból csak egy helyre tud menni a vonat. Nem, az a baj, még nem tudom, hogy működik pontosan. Lehet, hogy kéne még egy, de akkor hajóval szállítsam az olajat. Nincs is olyan hajónk. Na ezt tényleg meg kéne kérdezni Stack Overflow-n. Na mindjárt kitalálom én ezt. Amit azt írja, hogy szigetenként csak egy lehet. Gyorsan megcsináljuk, megnézem ezt a questet, és akkor vagyunk tovább. Akkor az új világba lesz. Itt van egy idolship, itt egy másik. Szerintem több nem fog kelleni. Hát... menjünk biztosra. Itt nagyon kevés munkás van. Nincsen írógép, az varrógép. Ja, itt most megy. Jó, mindjárt ideért csak. Akkor több varrógép kell ezek szerint. Na, sikerül ide érni? Szuper. Na, akkor ezt a Escort Questet megcsináljuk. Meg itt, hogy mit szeretnének a helyiek. Quartz kristály a múzeumba. Ad 10-et a attractivenesshez. Semminél több. Ha, jó. Hát majd elvisszük. Ha lesz üres hajónk.
Jó, ez rendben van. Majd az olajat kéne elkezdeni. Csak kéne hozzá nyersanyag. Jó, hát ezt is majd hozni kell. Jó, szerintem akkor így nyersanyaggal alapvetően jól állunk. Nagyjából, legalábbis. Meg ami az új világba kell, bár megint nem... mi fogyott most el? Megint a pálinka. De ezek annyit isznak. Hát most állítsak be még egy hajót, ami pálinkát hord. Hát jobb ötletem nincs, csak lassan már nincsen. Hát, mondjuk van. Jó, hát akkor... Akkor hozzunk pálinkát. Na, és akkor innen a Lájszlára, és akkor vinni kéne varrógépet, mert abból kevés van, tehát akkor hordjon ez is. Türelem, mindjárt, és akkor innen pedig hozzunk pálinkát. Kell-e még valami, ezen gondolkodok. Menjen. És akkor kéne neki kíséret. Igen. Jó. Na, és akkor most tudok foglalkozni veled, Vili. Oké, na és akkor kísérjük ezt a hajót. Lehet picit overkill ez a három hajó, de hát biztos, ami biztos. Na, itt is megjött a varrógép, egyből minden rendben van. Hű, haver! Ez hiba volt. Tépe grande van mínuszban. Megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Hát itt is kicsit fejlesztünk. Úgy döntöttem. Mert miért ne? És akkor
akkor hát ez is kicsit jobban pluszba menne. Majd meglátjuk, ez egy kicsit több idő, de hát ha. Jó, van gyapot. Hát rumbó még majdnem több is, mint kéne. Kaja is van. Alpaka gyapjúból van nagyon sok. A fát nem fogy anyag. Meg dohányból van. De miért van itt dohány? De most komolyan, a töknek van itt dohány. Ki hordja ide a dohányt? Ez hordja a rumot. Mert itt nincs dohányültetvény, mert nem lehet. Akkor miért van dohány? Valamit elkattintottam, fogadjunk. Nem, mert dohány az csak itt közlekedik. Hát akkor hogy kerül ide dohány? Na mindegy, ez így misztikus. De hát akkor fogom azt elhozom onnan. Mert itt van ugye szivargyár, ha jól emlékszem. Így van. Itt van szivargyár. Itt is picit fejlesztünk. Jobban fogjon az a dohány. Na, kéne egy hajó. De mindjárt ezekkel elhozom onnan a dohányt. Csak érjen be ez a quest. De hogy mit keres itt dohány? Nem értem. Na mindegy. Menjünk haza. Az óvilágba. Megint elfogyott a rum. Ez kávét hoz meg kaucsokot, abból szerintem van. Annyi, mint a szemét. Hát, van. Maradjunk annyiba. Az arany már elfogyott. És a fene se tudja, hogy mikor érkezik szállítmány. Igen, ez égető lesz ez a probléma. Ezt meg kell oldanunk, hogy legyen elég arany. Az arany az fontos. Jó. Tökéletes. Már csak villamos áram kéne. És itt hagytuk abba, hogy miért nincs itt villamos áram. Most nem jól csinálnék itt valamit. Miért nem jár itt vonat? Vagy csak lehet, hogy szimplán ide kéne bekötnöm. Hogy hol van? Gratulálok. Na jó, hazahozom azt a párhajót. Na akkor itt sikeres volt a quest. Hát hogy kéne. Ti ketten gyertek ide. Te pedig akkor ide.
mert nem teljesen világos, hogy hogy van ez a ez az olajos dolog. Lehet, hogy ilyen sima oil store is elég lenne. Nem kéne harbor. Hát de a power plantbe a kikötőből megy. Hát na mindegy, dobok ide egy ilyet. Hát, ha csak ez hiányzik. Ez meg... Akkor itt... Megszüntetem. Na. És akkor majd mindjárt kiderül, hogy ez így jó-e vagy se. Mert... Csak ne kelljen már megnéznem Wikipédián, hogy hogy kell. Track occupied weight or build parallel tracks. Tracks. Jó, az oké, csak... Fossa. Mivel, hogy a nagymamával szövetségben vagyok, ezért most Willivel gyakorlatilag háborúban állok, mert hogy ő háborúban áll. Hogy? Tehát meg kéne támadnom Princess Kinget. Nem kéne. De jó. Mintha nem lenne elég dolgom amúgy. Ja jó, most... Semmi különös. Oké. Tehát akkor ővele is háborúban állok most már. Remek. Ez tényleg... Na jó. Legalább most már akkor tudom mire használni a haderőmet. Jó. Na. Tehát akkor még egyszer, hogy is állunk, most ránézek. Nagyon fasz, mindenkivel háborúba állok, kivéve a nagymamával. Nagyon örülök neki. Na jó, próbaképpen lehet, hogy le kéne szedni ezt a kis szigetet itt a szomszédba. Nézzük valami buffot. Még jó, hogy azon a szigeten nincs semmi. Olyan kéne, amit hajóba lehet tenni, igen. Na. Teszünk egy kis erősítést a hajókba. Pálinka megint elfogyott. De itt jön. Meg itt jön. Meg itt jön arany is. Jó. Na, és akkor kéne... Egy ilyen. Mondjuk egy ilyen. Ez hajóknak plusz 10%, ez 5% sebesség, 10% attack speed. Oké. Okay.
Jó, és akkor teszünk a másik hajóba is. Jó. Szuper. És akkor megpróbáljuk elfoglalni azt a szigetet. Biztos, ami biztos, azért elmentjük. Nem is lesz feltűnő. Azt melyik? Ja. Ez bírom, így random elmennek egymás mellett. Nagyon oda van ez a hajó. Hű, haver. Te is szedd már össze ezt. A maradványokat. Mindjárt megyünk, csak mindig van valami. Oké, na akkor te folytasd, amit eddig csináltál. Itt egy picit arrébb rakjuk. Ugye csak kitesszük ezt a pár aranyórát, és akkor folytatjuk a dolgot, de már megint itt van valami a közelbe. Jó. Na, srácok. Ez haderő, határozottan. Meg ha már így alakult, akkor... pár hajót... Pont szembeszél van. Lehet, nem most kellett volna támadni.
Hát... Javult a viszonyom vele. Most, hogy dugrom le a szigetét. Oké, és akkor most már ez kéne. Hát vagy a javítót, igen. Csak hogy ne tudja javítani a kikötőjét. Hát igen, most az újság már nem annyira jó. Hát ezt a háborúst, ezt kicseréljük. Ó. És megvan a sziget. Jó, és akkor ez innentől kezdve az én szigetem. Jó. Hát ha már így alakult. Na. Menjünk be, mert ezt a párhajót meg kéne javítani. Fővettem egy karthalat. Berakjuk az állatkertbe. Jó, hát a probléma azzal van egyébként, hogy az ő hadserege is, meg a tulajdonképpen a gazdaság is erősebb, mint az enyém. Mert a kalózok nem, meg Vili is gyengébb, de ő azért a hercegnő az erős. Na mindegy. Hát igen, ez. Ez azért nem lesz egyszerű. De a háború mondjuk sose az. Jó, na innen elviszem a dohányt, mert ez már egy ideje itt itt probléma. Hogy mit keres itt dohány. És akkor áthozom ide, mert ide viszont kell. Csak ide meg nem fér be. Folyamatos lövöldözést hallok. De lehet az ég dörög csak. Már képzelődök.
Na, én itt békességbe akarnám csinálni a gazdaságot, erre háborúba kell állnom a nagymama miatt. Na, a kérdés az, mert akit még meg lehet támadni, az Willy. Aha. Hát itt Beryl, tehát itt a nagymama dolgozott, ahogy látom. Még pár zászló már itt ott van. Három ágyúja van. Ha. Nem tudom, hogy ezt el lehetne így foglalni. Mert ezt a kis szigetet biztos, de ez nem különösebben érdekel. Hát őszintén ez se különösebben. Ezt a főszigetet lehetne esetleg. Megint nincs egy darab hajója se. Hát kapja egy kicsit. Jó. Hát. Ez a négy hajó, ez erre szerintem kevés. Még esetleg ez. Hát ez biztos nem. Jó, meg itt még készül kettő. Meg az új világban van pár. Shit. Jó, hát akkor esetleg ezt a három hajót tudnám még ráhúzítani amott. Na, meglátjuk. Na, itt mi történik? Mert itt az új világban ez az egy szigete van. És itt egy hát igazából ezt meg lehetne támadni szerintem. Mondjuk ez több hajó kéne. Ez a három, ez kevés. Na, akkor ezeket elküldjük az új világba, és ott megtámadjuk Willit. Ennyi hajó szerintem már ahhoz elég lesz. Jó, na közben, hát igen, itt közben alakul a dolog. De most valamiért a propaganda nem bántja őket. Pedig egy kicsit nyomtam nekik. És most már van electricity is. Jó, akkor ez volt a gond, és itt jön a vonat. Simán csak ide kell tenni, az kész. Jó. És akkor itt elvileg már tudnék egyet fejleszteni. Hát nézzük meg ezt. Hát nézzük. Age of Big Business. És akkor ő már egy investor. Befektető. Na, neki kell pezsgő, hát hogy ne kéne bankárnak? Szivar, pezsgő, csoki. Meg kocsi. Tehát gőzgéppel hajtott autó. Jó. Hát pezsgőhöz kéne szőlő. Azt kell majd ide.
És ehhez farmer kell, aminek örülök, mert az egyszerűsíti a dolgot. Nyilván a pezsgőz szőlő kell, meg üveg. Egyszerű ez. És a pezsgőgyárba meg mérnökök kellenek. Ami hát egy... Ja nem, kézművesek, bocs, nem mérnök, nem mérnök. Jó. De mindegy, egy új mérföldkő. Vannak befektetőink, tehát ilyen investorok. Remek. Jó. Majd foglalkozunk velük, amikor odaér az idő, és így néz ki egy investor kulipintyó. Menő. Még forgóajtaja van. Elképesztő. Jó, szuper. Na hát, ez a három hajó azért, vagy öt hajó azért nem fog kapkodni. De megvárjuk, mert akkor megpróbáljuk Willit megtámadni. Most, ha nem sikerül semmi gond, gyártunk hajót. Igazából semmi nem közze, csak vitorla, meg ágyú. Az meg ugye van. Hát, vitorla majd lesz. Legalábbis remélem, hogy a vitorla gyárak azok üzemelnek. Jó. Jó. Ja, értem. Tehát boldogtalanok a befektetők. Hát semmi gond, akkor visszaléptetjük őket egy kicsit, csak hogy ne kelljen velük foglalkozni. Aztán majd, hogyha tényleg lesz hozzá minden nyersanyag, meg minden, akkor majd foglalkozunk velük kicsit jobban. Na, most még nincs egy varrógép. Hát, lehet, hogy most ment el egy szállítmány. Vagy kevés a varrógép. Na mindegy, meglátjuk. Várunk egy kicsit. Jó. Hát azért van még mit csinálni fejlesztés kapcsán. Csomó minden még nincsen, ami amúgy lehetne. És kéne is. Jó. De akkor megvárjuk, amíg átérnek a hajók. És miről kell fotó? Parancsolj. Jó, rendben van. Akkor hamarosan átérnek a hajók, és akkor megnézzük, hogy mit lehet tenni. El tudjuk-e foglalni Willinek a szigetét? Szemüvegből sok készül. Úgyhogy, hát, és már így is vissza van véve 20%-ra. 20%-kal.
Pontosabban. Hát. Ez érdekes. Lehet, hogy csak kevés lenne az írógép. Hová? Író... Mi mondok mindig írógépet? Varógép. Írógép. Hol van? Egy. Egy van csak. Hát az lehet, hogy kevés. Ja, egy van csak. Hát akkor leteszünk még egyet. Kézműves kéne. Jó, és akkor kézművesből van kevés. Ez az út itt rettenetes helyen van. Hogy kéne? Hát itt. Ja. És akkor ide tudunk még házakat építeni. És akkor mindjárt lesz kézműves is, csak kellenek lakók. Hát lehet, hogy ide lerakok egy tűzoltóállomást. Szóval mondjuk lehet, hogy emide se lenne butaság, hol van? Ja, ide leteszünk egyet. Odaértek a hajók. Ennek örülök. Így. Na, lássuk, ahol megjöttek a fiúk. Itt is vannak. Ez nem az. Ezek. Jó. Na, akkor így gyülekező. Te itt kíséret vagy? Ja, nem van a dohány, jó.
Itt a másik oldalon is van izéje, védelme. Jó, hát próbáljuk meg. Megint pont szembeszél. Szembeszélben nem túl jó támadni. Az a helyzet. Na mindegy. Csináljuk. És van itt van egy ágyú, kettő, három, négy. Hát elvileg meg lehet. Csak közben itt hát, rossz kó volt rossz helyen. Ben kóvályog a másik. Zseniális. Jónak tűnik. Azt kéne lőni, ami ránk lő alapvetően. Tehát nem tudom, hogy miért oda lőnek.
Jó. Na most már lehet lőni a többit. Na most már senki nem lő ránk. Mindjárt megtörnek. Hát ennyi. Jó. Összeszedjük a romokat. És akkor ezt a szigetet majd szépen benépesítjük, ugyanis itt van kakaóültetvényre lehetőség, meg egy csomó olaj, bár az nem fontos most egyelőre, meg gyapott földet is tudunk. Opa. Hát egy csomó üveg. Hát akkor ezt haza elvisszük haza. Ditchwaterbe. Hát. És gyertek ide a szerelőüzemhez. Hát tényleg kell fegyverzetet fejleszteni majd így a szigetekhez, mert kell. Na ez mi? Hát te is akkor menj már, hát. Ja, ez majd a investoroknak kell. Úgyhogy akkor te is menj, és akkor ezt vidd haza. És még ott van egy, ha jól látom. Akkor gyere csak vissza. Nem te, te. Ezt nem vettem észre, hogy ott is van egy. Na, akkor ezt elfoglaltuk, akkor most ránézve erre. Hát igen, ez azért egy kicsit nehezebb lesz. Egy, kettő, három, négy, öt ágyú, plusz ugye ez. Hát valamivel nehezebb. De szerintem akkor menni fog ez is. Ezt keresem. Kis hajót megtámadták. Ja, ezek a... Jó. Na, akkor most már értem, vagy hát megvan, hogy mit kell csinálni. A lényeg az, hogy vissza kell most menni.
ezekkel a hajókkal. Ezek viszik haza a cuccot. Szuper. Te szedd már össze azt a... Ó, ez is beton. Hát akkor ezt is vidd vissza. Ezt is haza visszük, mert ez ott kell. Kell ez itt? Nem kell. Jó. Oké. Okay. És akkor ennyi igazából. Jó, ezt a két hajót is hazavezényeljük. Te meg hozd a dohányt. Nem tud mit csinálni a dohánya, mert fúra tele van. És itt megint van dohány. De hogy kerül ide? Misztikus. Jó, viszont akkor, mivel ilyen írdatlan dohány túltermelés van, akkor még egy szivargyárat le fogok tenni. Ezt most így eldöntöttem. Meg egy ilyet is. 100, 175, tehát 275 obréró kéne. Magyarul munkás. Jó. Hát ez fejleszteni kell, de rendben van. Legyen. De ezt a kis hajót... Egyik hajót se kísérik. De ez mit kóvályog itt? Hát mondjuk, ha leszedi azt a hajót, az nem olyan nagy baj. Ja, lehet All Out Attack-on van, és akkor kóvályog. Aha. Jó. Na, akkor te is menjél haza. És akkor tényleg megtámadjuk most már majd, hogyha hazaérnek a hajók. Viszont... Na mindegy. Jó, jó, jó. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez rendben van. A varrógép megint elfogyott. Van itt egy pár felesleges szállítási dolog amúgy. Kaucsukból se, úgy fogy a kávébabból se, feldből se. Jó, hát most már mindegy. Jaj. Megalszik a tej a szájába. Jó, szuper, szuper. Itt a varrógépe valami nem az igazi. Na de mindegy. Jó.
Valami misztikus okból kifolyólag az új hajói mindig ide jönnek. Jó, akkor most már fejlesztünk is. Most már van lakó, hogy legyen a... a varrógép üzembe ember, hogy is kéne. Bot. Hogy kéne egy ilyen újságos bódé. Na, csináljuk. Hol is van? Itt a newsstand. Hát ledobom ide a múzeumhoz. Hogy is van. Szuper. Na, de vissza a tennivalóhoz. Alakul. Jó. Mondjuk lehet, hogy ennyit nem kellett volna. Akkor meg a hajógyárban nem lesz ember. De nem baj. Mert akkor megint egy kicsit telepítünk. Hát akkor most ide. Úgy döntöttem. Itt egy kicsit csinálunk egy lakótelepet. Ez az út itt. Most megszűnik. Hova? Ez az út vezetett hátra. Ne bassz. Ez baj. Mert nem nagyon maradt itt hajó, amúgy. Mert ez Clipper. Mondjuk ez... Fasza. Na mindjárt ide ér, aztán lesz itt nem ulas. Igen, mert itt pont nincs fegyverzet. Hát igen, mondjuk le tudok tenni, csak ugye itt ez idő, mire beindul. De te meg haladjál, ha lehet.
Na most már menekülsz, mi? Hát esélytelen, hogy utolérje, mert tele van dohánnyal. Jó, akkor teszünk még le fegyvert. Okvetlenül. Csak megpróbáljuk, ha már itt Beria be is belekötött. Bár szerintem hamarabb leszedi, mint hogy odaérnénk. Na. Hát, végül is sikerült. Jó, hát ezt megúsztuk. Alapvetően. Jó, na és itt meg elvileg jönnek a hajók. Jó. Ez szuper. Akkor így gyülekezünk. Aztán hamarosan megtámadjuk itt Willit. Ez a terv. Viszont ez a terv már nem ma fog megvalósulni, mert még pár adminisztratív dolgot előtte csak meg kell csinálni. De úgy haladunk, pluszba vagyunk, ez mindenképp szuper. Igaz, egy kis propagandával, ami nem szerencsés, mert anélkül kellene. A játék is rám szól, hogy legyen elég ennyi. Úgyhogy alapvetően rendben vagyunk, de azért még van mit csinálni bőven. Úgyhogy folytatjuk. Valószínűleg jövő hét szerdán. Okvetlenül. Na. Úgyhogy akkor. Én meg is köszönöm a figyelmet. Legyen már ennyi elég. És akkor folytatjuk majd jövő hét szerdán. Mindenképpen, illetve legközelebb pénteken lesz stream. Valószínű az Outer Wilds-ot fogjuk folytatni, mert az is nagyon lekötötte a figyelmemet, meg úgy felkeltette még jobban az érdeklődésemet. Egyre jobban tetszik az a játék is, úgyhogy valószínű azt fogjuk folytatni. Na, én elköszönök. Köszönöm szépen ma is a followokat, subokat, csíreket, donéteket. De legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Ahogy mondtam, legközelebb akkor pénteken találkozunk. Addig is legyen szép estétek, további kellemes hetetek. Na, szevasztok!